Na 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 na. Szervusz, Kacsikám! Szervusz, Szerikám, Paracsia! Köszönöm szépen, hogy bemutatod nekünk a kis kertedet. Azt mondtad, hogy ez lassan egy 2 évtizedes kert. Te kezdted el kialakítani kezdetektől fogva. És leginkább arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a személyes tapasztalataid, amiket hát meg tudunk osztani másokkal is. Gondoljunk csak itt például az utcafrontra, hogy itt látom, hogy itt a kerítésnek a kerítésoszlop tetejébe beültettél egy növényt, azt gondolom, hogy ilyet is nagyon kevés helyen látni, illetve hát különböző módon meg vannak védve ezek a fáknak a törzsei, milyen tulipának vannak végül is, melyek azok a növénykultúrák, amik beváltak, illetve gondolom nyilván rengeteg olyan növénykultúra volt, ami időközben feladta a harcot és azt kicserélted. Miért úgy néz ki ez az egész, ahogy most látjuk? Hát a következő, azt tudni kell, hogy ez a kert úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag több lépcsőből. Ahogy volt pénzem annak idején fiatal ember koromban, tehát úgy mindig ültettek különböző növényeket. Az utcafront az azért nézik ki, mert szeretnénk minél több virágot és szint. Én megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem a színeket egy kertbe, nagyon szeretem azt, hogy egy utca is minél színesebb legyen. Van olyan növényed, ami mondjuk legalább ilyen 17-18 éves? Tehát lesz olyan a kertben, ami eredeti állapotban akkor elültetted és azóta bevált? Van, nagyon sok van olyan. Így gyakorlatilag ez volt a lényege, ez a két arany törzsű kőrisfa, ez látok, hogy vissza vannak vágva. Én Németországban láttam ilyeneket, hogy ennyire vissza vannak vágva, és ezt minden évben tavasszal a rügypattanás előtt elvégzett? Igen, most gyakorlatilag azért kellett egy kicsit előteljesen visszavágni, mert látod, itt vannak a vezetékek, nagyon árnyékolt a kert többi részére. A lényeg az, hogy most az alvó rügyekről, ahogy lehet is látni, nagyon nagy hajtások törnek elő. Igen. És gyakorlatilag ezt majd júniusban, mikor egy kicsit lelassul, ugye tudjuk a növényeknek a hajtása, akkor gyakorlatilag egy zöld meccét szokott kapni és avval alakítani. Ezzel tudjuk azt megakadályozni, hogy nagyon elmenjen a fa, tehát készen van meccve egy évben. Tehát egyszer van egy ilyen egy fásmeccés, gyakorlatilag február végén, március elején, és egyszer pedig júniusban. Így van, azért kell júniusban, mert tudjuk azt, hogy van a növényeknek tavasszal egy erőteljes hajtási ciklusuk, az a nyár folyamán elő lassul, és utána nyár vége fel ősz legelején ismét egy erőteljes hajtásnak indulnak a növények, tehát és e között kell ezeket elvégezni, az zöldmetszéseket feltétlenül. És amit látunk, ez agroszövet vagy geotextília a fának a törzsén? Igen, ez a macska ellen van, a macska karbolás ellen, igen, mert gyakorlatilag a macskák rendszeresen karbolásszák a törzsét. De meg tudja annyira karmolászni a háncs részt, hogy leálljon a tápanyag szállítás lefelé, mert ugye a háncsban megy le a tápanyag a gyökérzetbe és ott raktározódik, hogy képes egy macska annyira szétkarmolni egy fát, hogy lelassuljon mondjuk a növekedés, vagy el is pusztuljon? Igen, képes rá. Ez olyan tapasztalat, hogy más magánkertbe, ez nagyon szép vérjuhalfát, például egy 7 éves vérjuhalfát, például ez megölt a macska. Annyira szét tudták kaparni. Tehát nagyon kell figyelni, tudom, hogy nem túl esztétikus, de egy kényszerhelyzet. Viszont túléli a fa. Viszont túléli a fa, akinek esetleg nem tetszik, még lehet ilyen zöld színű vasárhálóval is körbetekerni, ami szintén megakadályozza, de ez biztonságosabb. Igen, arról mesélkélek, hogy amikor az utcafrontot ilyen példaértékűen megcsináltad, hogy voltak rossz tapasztalataid, hogy ellopták vagy kiszedték, tehát voltak olyan virágok, amiket nagyon hamar kiszednek, tehát mi az, ami igazából utcafrontra való szerinted ma Magyarországon, addig, ameddig még nem érjük el azt, ami Nyugat-Európában természetes? Hát szerencsém van abból a helyzetből, hogy itt a kocsik védik, és nem olyan látszik ez a rész. Gyakorlatilag, ami veszélyes, mindig ami vázába be lehet tenni növényt, virágot. Azért, ha látod, akkor itt ilyen törpe rózsafélék vannak, és ilyen alacsony rózsák, majd állandóan virágoznak, tehát mondjuk, ha ide tennék te a hibrid rózsát, akkor gyakorlatilag biztos, hogy eltűnnek. Úgyhogy akkor inkább ilyen aprófejű rózsákat érdemes kintre tenni. Így van, azt mindenképp a rózsát azért tartom nagyon jónak, mert ugye látod, ez egy napos rész. Igen. Gyakorlatilag jól érzi magát a rózsa, és elindul majd virágozni, te is nagyon jól tudod, hogy ezek a fajta rózsák egészen a fagyokig virágoznak folyamatosan. Tehát elindulunk egy ilyen, a legkorábbi ilyen hagymás növényekkel, utána a rózsák fognak, és vannak még évelő különböző növényekben, ahol folyamatosan virágoznak. És ugye már a legelső növényei tibolyától kezdve együtt. Tehát egy kis vegyes csalavázni tulajdonképpen, de pont ez a lényege neki, ez a koncepció. A hagymásokat azokat kiszeded júniusban? Így van, most van egy érdekesség. De nem kosárba teszed őket, nem ültetőkosárba? Mert ugye mindenkinek azt az ígért hintjük, hogy hát ültetőkosárba kell betenni, és amikor a diákok elmennek az iskolából, akkor ezt ültetőkosáraskor együtt ugye ki lehet szedni. Hajlott esetben még korábban? Én nekem úgy van, hogy mikor ki van szedve,
gyakorlatilag van itt a, ez a pince rész, ez egy száraz, állandó hőfokú szinte pince, és ott vannak egy sötét helyen. Tehát magyarul te kiszeded, kiásodőket, de mikor, júniusban? Júniusban természetesen. Júniusban, na most egy érdekesség, hogy van ez a pár ilyen sárga-piros, ilyen nagyfejű tulipának kezdeni virágozni. Ez nagyon régi magyar. Ezt úgy kaptam ajándékba, ezt nem kell kiszedni. Ez így is gyönyörűen üzemel. Az és összes a fiókhagymái miatt nem lesz az, hogy elkocsosul és kisebb a virág? Magány beszél, viszont az összes többi az holland, azokat a holland hagynában mindent ki kell szednem, mert különben majd megmutatom a kert másik részén, ahol vérplőben maradt, hogy ott mennyire elkorcsosult, tehát így a virágzása lehet. Öntözőrendszer az itt csöpögtető, vagy pedig ilyen kis miniszturéfejek? Is, tehát ott lehet, hogy ott vannak a csöpögtetők is, és akkor vannak a miniszturéfejek, ez azért nagyon fontos, mert hogy nőnek a növények folyamatosan, tehát ugye először egyre jobban, akkor gyakorlatilag tudok ezzel a miniszteri fejeket ide-oda tudom tenni, tudok rajta állítani. Tehát az öntözést így jobb biztosítani. A szerszámokat a Fiskars, a kellékeket a Kátai Fenyőkéreg biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb hazai kertészeti portál.